voltam sikerrel, úgyhogy most már nem is próbálkozom, mert ha véletlenül felvenném, most már már időnk nem lenne nagyon megbeszélni, ugye ezeket az előbb említett témákat. Úgyhogy hát későbbre marad ez, vagy a jövő hétre. Üzenetek között mazsolázok, és már is érkezik fapados kérdés, kérdezed el, úgyhogy szerintem ezeket elkezdjük begyűjteni, és 9 óra után megválaszolni. Ez speciál egy rodoszi kérdés lesz, úgyhogy erre már lehet is készülni. Igen, június 5-ére van rodoszi jegye a hallgatónak, és ahhoz kér valamiféle segítséget, hogy ott mi lesz, utazzon, ne utazzon, vagy mi újság. Aztán valaki a tőzsdeblogban kérte még, de hát ilyen gyorsan azért nem tudunk ezekre reagálni, ugye a Norwegian Cruise Line-t és az egyéb nagy hajótársaságok árfolyamáról, hogyha szólhatnánk, ez Jimmy kérte. Hát én ránéztem, és egyelőre ezek nagyon meg vannak ülve, tehát ott még nincs felpattanás. A Norwegian Cruise Line egyenesen a korábbi mélypontjához közelít, ugye ők nagyon nagy bajban lesznek, nagy bajba kerültek, és nagy bajban is lesznek. Ott a bizalmat visszaállítani, hogyha azt mondjuk az összességében a turisztika és az idegenforgalom egy ilyen bizalmi válságban van, és nehéz lesz emiatt is újraindítani a dolgokat, akkor azt hiszem a hajózás ez erre különösen érvényes, hiszen az egy ilyen vírus fészekké vált, tehát egy ilyen nagyon rossz emlékek és hírek maradtak meg az emberekben, ugye ott összezárva egy gyakorlatilag egymást fertőzve tengődtek a vizeken, úgyhogy ott nagyon nagy problémák vannak, úgyhogy én az nem is javasolnám, így lehet nézegetni az árfolyamokat, de azt, hogy azért, mert olcsó, azt megvegyük, én kivárnék, hogy... Nagyon volatilis, tehát voltak benne azért nagyon nagy visszapattanások, igen. Tehát ilyen több 20-30%-os pattanás is volt benne, aztán utána még ugyanannyi visszafelé, hát ez nagyon forró pitelet, de hogy fundamentálisan. Hát, hogyha Warren Buffett kirámolta a légitársaságokat azért, mert hogy akkora bizonytalanság, hogy egyszerűen az ő befektetési filozófiájában nem illik bele, és egyszerűen nem tud velük mit kezdeni. Akkor az itt fokozottan érvényes. Kirámolta volna, az biztos, hogy nem tartana egy darabot se. Ezt nem lehet tudni. Tehát ez egy nagyon-nagyon spekulatív, és igazából arra, hogy most... Persze, hogyha jönnek jó hírek a vírusról, és változik a hangulat, és a piacon jön egy olyan időszak, amikor a befektetők elhiszik, hogy visszatérhetünk egy kicsit mégis majd a korábbi világhoz, akkor simán lehet, hogy ebbe egy sok 10%-os ugrás pár nap alatt benne van, de ez nagyon-nagyon-nagyon meredek játék szerintem. És kérdés, hogy honnan, ugye? Hogy azt hiszem, elég sok mindent elárul, hogy az az árfolyam pálya, ami még januárban egy ilyen csúcs közeli $60 jegyezték a Norwegian Cruise Line-t, az leesett 7-re, és most $10.76. Tehát valójában ott van a feneke körül. Nyilván a 7-ről a 10-re eljutni, az jól hangzik, csak ugye az alját megvenni, ez mindig azért nagy művészet. Hát meg kell vizsgálni, mennyi cash van ott, meg igazából. Mennyi cash, hogy, aki, igen, hogy ketyegnek a leasing aki... díjak, meg egyebek a hajókra, nyilván nem zsebből lettek azok kifizetve, hanem ott hitel van, azt meddig bírják fizetni, hogy áll a cash. A három nagy társaság közül melyik dől be leghamarabb, hogyha igen. Tartósan fölmarad ez a helyzet, úgyhogy érdemes ezek jó mélyen belemászni itt a gazdasági adatokba, hát leginkább a cash állományba kibírja a legtovább, mert ki hogyan reagált, úgyhogy én nagy évben kerülném, az biztos. Jó, László B. Katinak adjuk át a terepet, ő mond híreket, utána pedig kicsit kriptózunk, mert hogy hát most stúdió vendégünk lenne, Debrecen Barna, az most azt jelenti, hogy hosszabban fogunk beszélgetni vele, mint a rovat alatt, és ezt a felezést még annyira nem beszéltük meg, ugye ez most egy nagyon fontos dolog a Bitcoin életében, meg egyáltalán a kriptovalutáknál, hogyha egy picit, hogy ez pontosan mit jelent, meg mit jelent ez a korlátozott kibocsátás, mit jelent az, hogy csökkenő prémiumot kapnak a bányászok, meddig fogja az megérni egyáltalán, engem az izgat a legjobban. Tehát eddig is ugye azt mondtuk, hogy háztartási körülmények között a saját gépeddel már nem tudsz kifizetődően kriptovalutát bányászni, Bitcoin bányászni, akkor mi lesz el utána, amikor már a díj is feleződik, kik azok, akik egyáltalán ezt vállalják. Hát ha pedig ránézünk az árfolyamra, akkor azért azt látjuk, hogy ott van, ahol a válság előtt, tehát sőt, magasabban. Ez meg különösen érdekes, úgyhogy...
és több szakíró is megjegyezte, hogy egyrészt amióta ez az giga pénznyomda beindult, azóta megint jó bőrben a kriptó, ahogy esnek a tőzsdék, úgy emelkednek, úgyhogy kezd kialakulni most már tényleg egy olyasmi, amiről korábban beszéltek, így az aranyhoz hasonlítva, hogy egy ilyen ellentétes mozgással bír, alacsony béta a portfólióba való, mert kompenzálhatja a részvényesést. Úgyhogy sok mindenről beszélgetünk majd Debreceni Barnával, László Békati hírei után. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hallottál már a Bitcoinról?